Alisa Munyoz, nincs több veszekedés! Húsz perc hetente egy erősebb párkapcsolatért. Kerol Kremers Lépiennek, amiért az imágó iránti szenvedélyeddel inspirálsz, gyógyítasz és vezetsz, és megadod nekem az élet és a szeretet kulcsát. Előszó Alisa Munyoz különleges ember arra hivatott, hogy megváltoztassa az egymáshoz való viszonyunkat. Pár terapeuta, akinek a szenvedélye a fejlődés, a mélység és a hitelesség. Ugyanakkor olyas valaki, akiről tudjuk, hogy képes minket elvinni egy következő dimenzióba, ahol az élvezet és a kapcsolódás azok a mércék, amelyek alapján megítéljük az életünket. Ebben a könyvben a saját és ügyfelei tapasztalatainak felhasználásával igyekszik motiválni és inspirálni az olvasókat, hogy tartós módon mélyítsék el párkapcsolatukat. Ez a könyv mindannyiunk segítségére lehet. Én magam szex- és párterapeuta író és feleség vagyok. És ha őszinte akarok lenni, annyira, amennyire munyoszt bátorít az őszinteségre önmagunkkal és egymással szemben, akkor azt kell mondanom, hogy nem tökéletes a házasságom. A férjemet a partikon mindenki a feleségéről, a szexterapeutáról kérdezgeti, akkor biztosan jó dolgod van a feleséged mellett. Mire a férjem a legtöbbször egy kacsintás kíséretében azt válaszolja, ó, el sem tudod képzelni? És az idő nagy részében tényleg remek a kapcsolatunk. Jól oldjuk meg a konfliktusainkat, és imádjuk egymást. Azonban nem tökéletes a házasságunk, mert olyan nem létezik. Ezért szeretem ezt a könyvet. Az Oxygen Mask című első, illetve a tökéletlenül szeretni és együtt ünnepelni az életet című utolsó fejezetek között, Munyosz egy intim utazásra invitálja az olvasót olyan rokonszenves párok életén keresztül, akik épp megtanulják élvezni saját zűrzavaros tökéletlenségüket együtt elfogadni emberi mi voltukat, és felülkerekedni a közös nehézségeken és kihívásokon. Meg lehet csinálni. Munyasz pedig megmutatja számunkra, hogyan. Ez csodálatos dolog, mert vannak pillanatok, amikor én magam is küzdök azzal, hogy megtaláljam a párom ünneplésének módját, pedig szeretem őt, és közel harminc éve dolgozom párokkal. A házasság nehéz dolog. Amikor a párok veszekednek, az olyan, mint egy trópusi vihar. A reaktivitás képes megrongálni a kommunikációs csatornákat, és akadályokat hagyni maga után, amelyek blokkolják a kapcsolódást. Ha olyan kapcsolatban élsz, amelyben a viták eszkalálódnak, akkor tudod, hogy a veszekedések kiszámíthatatlanul és hevesen jelentkezhetnek. A partnereddel folytatott viták okozta frusztráció, idővel a reménytelenség és a vereség érzéséhez vezethet. Annak a meghitt, közvetlen kapcsolódásnak a hiányában, amely összehozott benneteket, egy kapcsolat üres és nagyon-nagyon magányos tud lenni. Ebben a könyvben Munyoz arra összpontosít, hogy segítsen az antifragilitás kialakításában, amelyről a Rugalmas Monogámia című fejezetben beszél bővebben. Ez a koncepció hasonlít az én az új monogámia című könyvem mondani valójához. A párok képesek eltakarítani a veszekedések után hátramaradt romokat, és a krízis után helyreállíthatják a kommunikációs csatornákat. Még azt is megtanulhatják, hogyan tartsák fenn az intimitást, miközben 130 km per órás szél tombol a kapcsolatukban. A magával ragadó történetekkel és a hetente egyszer elvégzendő gyakorlatokkal munyoz, egyfajta rendszert kínál az olvasóknak a közös munkához, amelyhez nem kell terapeutához járniuk. Könyve segítségével a párkapcsolatokban felbukkanó problémák közül sok gyógyítható. Általa a törődés heti gyakorlattá lehet. Ha olyan kapcsolatot szeretnél kialakítani, amelybe mindketten mindent beleadtok, akkor ez a könyv neked szól. Aki inspirálódni szeretne, ebből megtanulhatja, hogyan lehet együtt szeretni és ünnepelni az életet. Alisa Munyasz megtanít minket arra, hogy nem kell mindent tökéletesen csinálni. Ha problémák vannak a párkapcsolatoddal, akkor megtaláltad a megfelelő könyvet. Ha már egészséges, jól működő kapcsolatban élsz, ez a könyv segít abban, hogy megőrizd az ideális házasságodat, vagy elkötelezett párkapcsolatodat. És ha már megvan a tökéletes partnered, ez a könyv jobb emberré tesz téged. Temi Nelson, PhD. Bevezető. Amióta az eszemet tudom, mindig is érdekelt a romantikus szerelem rejtéje. Mivel saját szememmel láttam, és a saját bőrömön éreztem a szüleim ellentmondásos házasságának fájdalmát, majd pedig a vállásukat, mindig is ott élt bennem egy boldogtalan párkapcsolat szívfájdalma. Ennek ellenére kislányként mindenben a romantikus szerelem jeleit kerestem. Kilenc éves koromban a legjobb barátnőmmel megalapítottuk a romantikus álmodozás klubját. Albumokat készítettünk kamaszkori szívtipróinkról, és alufóliába csomagolt időkapszulákat ástunk el a hátsó kertben, bennük a naplunkból kitépet lapokra írt titkos szerelmeink listájával. Már akkoriban is éreztem, miféle egyedülálló lehetőség szunnyad egy bensőséges kötelék mélyén. Ezt néha sikerült megpillantanom az engem körülvevő világban is. Emlékszem, milyen volt, amikor először megláttam, hogy a nagyapám megöleli a nagymamámat, Miközben paradicsomot szedtek a kertben. Nagymamám a nagyapám vállára hajtotta a fejét, ő pedig csak nézte az asszonyát és mosolygott. Láttam, ahogy az egyik szomszéd szülei együtt főznek. Párokat láttam, akik az étteremben fogták egymás kezét. Feltűnt, hogy egyesek a mindennapi interakciókat figyelmes gesztusokkal, és szeretetteljes cselekedetekkel termékenyítik meg, látható és rejtett módon. A párkapcsolatok feltérképezésével kapcsolatos korai élmények mindenki számára másmilyenek. Nekem egyszerre volt izgalmas, szívszorító és zűrös, mintha pizzát próbálnék enni egy szélcsatornában. Sürgető személyes dilemmává vált a romantikus szerelem rejtéje. Sikeresnek lenni a szerelemben, vagy legalábbis a szüleimnél sikeresebbnek, nem volt olyan könnyű, mint ahogy gondoltam. Meggyőződésemé vált, hogy az egész nem más, mint a jó szándék és a megfelelő partner kiválasztásának a kombinációja. Annak reményében mentem férhez, hogy miközben megtalálom a stabilitást, sikerül minimalizálnom a zűrzavart. Ehhez képest négy évvel később már a vállási papírokat írtam alá. A vállás után úgy tűnt, hogy az exférjemmel egymásnak okozott sérülés mindkettőnk esetében rosszabb volt, mintha soha nem találkoztunk és házasodtunk volna össze. Mindenféle kérdéseim támadtak, amelyekre nem leltem a választ. Miért kezdődik oly sok párkapcsolat jól, és végződik rosszul? Miért választanak az emberek olyan partnert, aki képtelen megadni nekik azt, amire szükségük van? Miért van az, hogy amit az első néhány együtt töltött hónap során oly könnyű megadni, ahogy közeledünk hozzá, úgy távolodik tőlünk, mint egy tárgy a végtelen tükörben. Miért vallott a kudarcot a szívfájdalom és a hűtlenség elkerülésére tett óvintézkedéseim? Hogyan tudnék szenvedélyes, tartós szövetséget kötni egy olyan férfi akit szeretek? Néhány évvel később, miután elvégeztem a New Yorki Egyetem pszichológia mesterképzését, majd az imágó párterápia posztgraduális képzését is, párkapcsolati terapeutaként kezdtem dolgozni. Nagyon sokféle párral találkoztam. Voltak, akik függőséggel és jogi problémákkal küzdöttek. Akadtak, akik az ikertornyok összeomlását túlélve akarták újrakezdeni az életüket – és felépülni a posztraumás stressz szindrómából. Megint mások a vállás határán billegtek, és közben próbálták elállítani a kapcsolatuk okozta érzelmi vérzést. Azonban dolgoztam olyan párokkal is, akik teljesen hétköznapi problémákkal igyekeztek megbírkózni. Túl sokat veszekedtek, félreértésekkel küzdöttek, próbáltak megbocsátani egymásnak egy-egy konfliktus után, nem figyeltek eléggé egymásra, nem foglalkoztak eleget önmagukkal, nem vették figyelembe a saját és egymás álmait, problémáik támadtak egymás barátaival és közösségi hálójával, nem értettek egyet a gyermeknevelésben, elvesztek a mindent felemésztő karrierépítésben, vagy elfelejtettek lazítani és élvezni az életet. Az elmúlt évtized során végzett munkám segített abban, hogy jobban megértsem azokat a közös kihívásokat, amelyekkel a pároknak szembe kell nézniük. Segített mélyebben belelátni a romantikus szerelem rejtéjébe, hogy ezáltal támogatást nyújthassak a pároknak a kapcsolatukban. Továbbá megtanultam azt is, hogy a második házasságomhoz teljesen másképpen közelítsek, mint az elsőhöz. Közel másfél évtizeddel a vállásom után és három és fél évtizeddel azután, hogy figyeltem, amint a nagyszüleim paradicsomot szednek a kertjükben, azt mondhatom, hogy nagyon sokat tanultam arról, mi kell ahhoz, hogy felhagyjunk a veszekedéssel, mélyen kapcsolódjunk egymáshoz, és megéljük a fenntartható romantikus szerelmet. Ezt nem végpontnak vagy megoldásnak nevezném, sokkal inkább a felfedezésre való hajlandóságnak. Sok pár az elutasítástól, ítélkezéstől és elhagyástól való erős félelme ellenére is kiteszi magát a sebezhetőség veszélyének, és megkockáztatja az őszinte kommunikációt. Ezt látva mélyen lenyűgözött az elfogadás és a szenvedélyes kapcsolat iránti egyetemes emberi vágy ereje. Minden felnőtt kori párkapcsolat egyfajta mobil laboratórium, amely kíváncsivá tesz azoknak az akadályoknak a felderítésére, amelyek útjába állhatnak a másik szeretésének és a szeretet elfogadásának. Ezeknek a kihívásoknak alázattal és kíváncsisággal, kéz a kézben való elfogadása meghitt, bensőséges kapcsolatot eredményez. Romantikus választásaink óriási lehetőségeket rejtenek magukban. Ha a párunkkal együtt munkálkodunk azon, hogy túl volt és teljesítménycentrikus életünkben találjunk egy helyet, ahol lelassíthatunk, közelebbi kapcsolatba kerülhetünk önmagunkkal és a párunkkal, jelentősen segíthetjük ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázását. A partnerek ennek során apró, megvalósítható lépéseket tesznek a cél felé. Hihetetlen szupererő birtokába jutnak azok a párok, amelyek szembenéznek a félelmeikkel, és látják a vakfoltjaikat vagyis minden zavarosságával együtt vállalják az emberségüket és elkötelezik magukat a fejlődés mellett képesek megszabadulni a romboló hatású kommunikációs szokásoktól és képesek közösen megteremteni a tartós szerelem feltételeit amely aztán fenntartja a kapcsolatokat és táplálja az életet körülöttük ti is lehettek ilyen pár. Ti is kifejleszthetitek magatokban ezt a szupererőt. Rainer Maria Rilke száz éve tanácsot adott egy ifjú költőnek. Szavai azoknak is hasznára válhatnak, akik most tanulnak szeretni. Éjje át most a kérdéseket. Akkor majd talán lassanként egy szép napon élete beletorkollik a válaszba, szinte észrevétlenül. Bár természetünknél fogva a problémákra válaszokat és megoldásokat keresünk, azonban az olyan érzelmi tapasztalatok esetében, mint a sóvárgás és a vágyakozás, nem működnek a gyors megoldások. Az utóbbiak esetében nagy valószínűséggel kimarad a fejlődés lehetősége, amely csak akkor áll rendelkezésre, ha egyszerűen hagyjuk, hogy jelen legyünk az éppen zajló kellemetlen folyamatban ez talán ellenmondásosan hangozhat egy olyan könyvben, amely 20 perces gyakorlatokat kínál a veszekedés megszüntetésére és a kapcsolat erősítésére, azonban a kettő valójában nem elválasztható egymástól. Ha hajlandó vagy következetesen munkálkodni a feladaton, meg fogsz lepődni, milyen sokat jelentenek ezek az apró lépések. Ez a könyv arról szól, hogy teret nyissunk a kérdések és tapasztalatok együttes felfedezésének. Ha őszintén és nyíltan beszélsz a problémáidról, ahelyett, hogy gyors megoldások után kutatnál, az elmélyíti a mások és önmagad iránti szeretetre való képességedet. Ez nem azt jelenti, hogy minden kapcsolatot vagy házasságot érdemes fenntartani. Egyes esetekben senkinek sem tesz jót a kitartás. Ha azonban küzdelmes kapcsolatban élsz, tedd fel magadnak a kérdést. Készen állok arra, hogy többet tudjak meg arról, hogy valójában mi zajlik a felszín alatt közöttem és a partnerem között? Ha a válaszod igen, akkor lehet, hogy a frusztrációd mélyén valóságos kincs lapul. Hasznodra válhat Rilke tanácsa, mi szerint? Élj át most a kérdéseket. Hogyan használd ezt a könyvet? Ha olyan helyre indulnátok kalandos utazásra, ahol még sosem jártatok, akkor előtte valószínűleg szánnál némi időt arra, hogy átgondold, hol fogtok enni és aludni, mit fogtok viselni, és mit kell magatokkal vinnetek, hogy biztonságban érezzétek magatokat. Minden bizonyal utána néznél, hogy milyen típusú elektromos csatlakozókat használnak arra felé, megbeszélnéd a partnereddel az úti programot az alvási körülményeket és vésztervet dolgoznátok ki az olyan esetekre, ha lemerülne a telefonotok akkumulátora, vagy elsodródnátok egymástól a tömegben. Azzal a tudattal készülnétek fel a kalandokra és az űrzavarra, hogy az út időnként stresszes lehet. Ehhez hasonlóan némi előkészítéssel hamarosan készen fogsz állni arra, hogy belevágja munkába. Ezt a könyvet úgy terveztem meg, hogy végigvezessen 52, minden hétre egy, közös párkapcsolati kihíváson, a közös döntéshozataltól kezdve, egészen a futókalandokig. Ezek olyan problémák, amelyek a tapasztalataim szerint mind a különböző, mind az azonos nemű párok kapcsolatában jelen vannak kortól, kulturális, etnikai és vallási hovatartozástól függetlenül. Én kihívásoknak nevezem ezeket, de valójában lehetőségek a fejlődésre. Minden fejezet egy-egy kihívással szembenéző pár történetét mutatja be, kiegészítve a kihívásban szerepet játszó tényezők elemzésével. Az eseteket igyekeztem leegyszerűsíteni, hogy a kihívások desztillált változatát kínáljam emészthető terjedelemben. A könyvben, ahol csak lehetett, az új kihívások illusztrálására ugyanazokhoz a párokhoz tértem vissza. Tekints úgy ezekre az esetekre, mint egy-egy kiinduló pontra a beszélgetéshez. Először a jellemzően könnyebb kihívásokat mutatom be, amilyen az öngondoskodás és a másik meghallgatásának képessége. Később, amikor a durvább kihívásokról olvasol, például a házasság útján kapott tolakodó rokonok, vagy poliamória, addigra már mögötted lesznek az alapkihívások. Az egyes fejezetek végén található gyakorlatokkal lehetőséged nyílik arra, hogy a tippek és közös élmények segítségével kibonsd és fedezd fel a kihívásokat a saját párkapcsolatod vonatkozásában. Ha szeretnéd a legtöbbet kihozni ebből a könyvből, akkor azt javaslom, hogy az egyes fejezeteket a megadott sorrendben olvasd végig. Ez minden héten legalább egy fejezet elolvasását, és egy húsz perces gyakorlat elvégzését jelenti a partnereddel együtt. Az egy év elteltével újra nekiláthattok, és a munka közben a már ismert kihívások új rétegei fognak kibontakozni. Azonban a fejezeteken nem feltétlenül kell egymást követő sorrendben végigmenned. Ha egy konkrét problémával küzdesz, például repedések, és azt szeretnéd a partnereddel együtt végigvenni, akkor nyugodtan előreugorhattok, és miután elolvastátok az adott részt, belefoghattok a gyakorlat elvégzésébe. A könyvben az egymáshoz kapcsolódó történetek, eszközök és technikák esetében utalásokat használok, hogy minden fejezet önálló részként is használható legyen. Dolgozhattok gyorsan, belevághattok hetente több kihívásba, vagy akár lassan is, úgy, hogy először elolvassátok, emészgetitek, majd később visszatértek a gyakorlatokhoz. Ez a könyv olyan pároknak és egyéneknek szól, akiket érdekel egy elérhető, könnyen adaptálható és működő módszer arra, hogy kevesebbet veszekedjenek, és jobban szeressék egymást ha párterápián vesztek részt, a könyv a folyamatban lévő munka kiegészítéseként szolgálhat. Egy több funkciós eszközt szeretnék a kezetekbe adni, egyfajta párkapcsolati svájci bicskát, amely kompakt, sokoldalú, felhasználó barát, egyszerre gondolatébresztő és feladatorientált. A könyv oldalain olyan kócsok, terapeuták, írók és influencerek munkájára hivatkozom – akiknek az ötletei, elméletei és kutatásai hatással voltak az én munkámra. Az itt bemutatott kihívások, feljegyzések, tippek és ötletek célja az, hogy bárhol is vagy, ezek szerves, értelmes és megfelelő módon illeszkedjenek be az életedbe. A jól lét egy párkapcsolatban néha olyan hullámzó lehet, mint egy volatilis részvény árfolyama, de ha következetesen végzed a munkádat, akkor kis időbefektetéssel is jelentős fejlődést érhetsz el. Felhívom a figyelmedet arra, hogy a kábítószerrel való visszaélés, a fizikai vagy érzelmi agresszióval és a kezeletlen mentális betegséggel kapcsolatos problémák magasabb szintű ellátást igényelnek, mint amit ez az 52 fejezet vagy bármely más könyv nyújthat. Ha úgy érzed, hogy az esetetben vagy a kapcsolatodban bántalmazás, vagy mentális betegség esete forog fenn, kér szakszerű tanácsadást, vagy és segítséget, illetve kérd megbízható rokonok, barátok vagy ismerősök támogatását. Az önálló párkapcsolati munkát végezni akaró partnerek esetében nélkülözhetetlen az alapvető biztonságérzet. Minden heti kihívás egy kitalált pár történetével kezdődik ezekhez a történetekhez valódi párok adták az alapot, akikkel az elmúlt évtized során klinikai környezetben dolgoztam, beleértve a magánpraxisomat is. Bár némileg módosítottam az eseteken, és megváltoztattam az ügyfelek potenciálisan azonosítható adatait, minden esetnél igyekeztem megtartani a mögöttes dinamikát. A párkapcsolati problémák összetettek, sokrétűek, és mindig számos tényező játszik szerepet. A személyes terápia során sok minden súlyosbíthatja a pár konfliktusát, például a hangulat zavarok, a feldolgozatlan trauma és a gyász, ami az egyik pár esetében alacsony szintű konfliktusnak számít, az egy másiknál, ahol egészségi problémák, figyelem és személyiség zavar van jelen, magas szintű besorolásba esik. Mai színes világunkban szintén rendkívül fontos tudatosítani fai, etnikai, kulturális és heteroszexuális kondicionáltságunkat, illetve az ezáltal fellépő fájdalmas megosztottságot. És ez a terapeuták részéről etikai felelősséget is jelent. Bármennyire is igyekszem objektív lenni, a saját nézőpontom korlátai jelen vannak az itt bemutatottak esetében. Előfordulhat, hogy egyes történetekben, mintha a saját tükörképedet látnád, míg másokban egyáltalán nem. Bár különböző etnikai, vallási és kulturális hátterű, meleg, heteró, kvír és transznemű, monogám és poliamor párokat mutatok be, a párkapcsolatoknak ez a keresztmetszete semmiképpen nem nevezhető átfogónak vagy korlátlannak. Az esetillusztrációkat követő gyakorlatok bárhol elvégezhetők, minden egyes javasolt gyakorlat után beillesztettem egy a beszélő és a hallgató közötti mintapárbeszédet. Ezek a minták igyekeznek visszaadni a fókuszt, a hangnemet és az érzelmi elmélyülést, amely egy-egy gyakorlat során jelentkezhet. A valóságban végtelen számú módon alakulhatnak ezek a beszélgetések. A legfontosabb, amire mindig törekedni kell, a hitelesség és a kölcsönös tisztelet. Javaslom, hogy a gyakorlatok elvégzése előtt jelöljetek ki egy fizikai és vagy pszichológiai párospontot. Ez lesz az a hely, ahol te és a partnered hetente egyszer találkozni fogtok, hogy felfedezzétek a heti kihívást. Ez lehet az otthonotok egy konkrét szeglete, illetve ha más-más helyen tartózkodtok egy virtuális tér, netán egyszerűen csak átváltotok egyfajta nyitott, érdeklődő lelki állapotba. Nyitnotok kell majd egy páros időtárolót is. Ez egy közös megegyezésen alapuló és mindkét fél által betartott időtartam, amelyet a partnereddel a gyakorlat elvégzésére fordítotok. Beszéljétek meg, hogyan fogjátok megnyitni a páros időtárolót, és minden héten döntsétek el, kié lesz a beszélő szerepe, és kié a hallgatóé. Igyekezzetek úgy osztozkodni, hogy mindkettőtöknek ugyanannyi idő jusson, illetve ugyanannyiszor alakítsa mindkét szerepet. Fontos, hogy egyeztessetek a páros időtárulót illetően, és így megteremtsétek a megfelelő terepet a munkához. Egyezetek meg abban, hogy a mindkettőtök számára megfelelő napon legalább 20 percet szántok a közös munkára, a páros ponton. Jegyezzétek fel ezt a találkozót a naptáratokba. a könyv egyes részeit közösen fogjátok elolvasni, ezt is iktassátok be a tervbe. Ha úgy nyitjátok meg az időtárulót, hogy még frissen él a fejetekben az adott hét esetleírása, az segítheti annak a fejezetnek a végén található gyakorlatnak az elvégzését, amelyen éppen dolgoztok. Amikor a páros ponton vagytok, és megnyitjátok a páros időtárolót, tekintsetek erre úgy, mintha munkában lennétek, a páros pontotok egy tudatosan létrehozott érzelmi biztonságot jelentő hely, a páros időtároló pedig annak a határa, hogy megegyezés szerint meddig maradtok a páros ponton. A beszélő vagy a hallgató szerepe segíthet abban, hogy ennek a megállapodás szerinti térnek a határaim belül maradjatok. Beszélőként te vagy a felelős a gondolataidért, érzéseidért és tetteidért. Függetlenül attól, hogy miről beszélsz, a célod az elszámoltathatóság. Bár nem mindig tudod irányítani az életedben történteket, annak a forrása te vagy, ahogyan reagálsz. Vállalj felelősséget a belső tapasztalataidért, fogadd el az önrendelkezésedet, és a hatalmadat még akkor is, ha bizonyos helyzetekben csak arra terjed ki a hatalmad, hogy tanúsítod és jóvá hagyod azt ami az adott pillanatban benned zajlik. A hallgató szerepében a feladatod hagyni, hogy a háttérbe szoruljon a véleményed, a tudásod és az emlékeid. Ez a részed a cselekvés helyett inkább a jelenlétedben gyökerezik. A hallgató szerepében jelen vagy a beszélő számára, a saját reakcióid helyett inkább az ő tapasztalataira figyelsz, és a kapcsolódási pontokra összpontosítasz. Amint tudatosul benned a saját reakciód, különösen ha az egy kommunikációs dugó, hallgatóként az a feladatod, hogy felfigyelj a reaktivitásodra, fegyél egy nagy levegőt, és ideiglenesen félretedd, hogy ismét a beszélőre figyelhess. Azok, akik párkapcsolatban élnek ugyan, de úgy döntenek, hogy egyedül olvassák el ezt a könyvet, illetve akik egyedül állók, néhány módosítás mellett nyugodtan kövessék a párok számára írott útmutatót. Legyél kreatív. Ahelyett, hogy egy partnerrel beszélnél, jegyezd le a válaszaidat a naplódba, majd olvast fel azokat hangosan, vagy készíts hangfelvételt. Szerepcsere helyett olvast fel a jegyzeteidet saját magadnak, vagy légy a saját hallgatód, miközben lejátszod magadnak a beszélőként készített hangfelvételt a hosszas nézés gyakorlathoz nézd magad a tükörben. A szerelem labdázás esetében dobáld a labdát a levegőbe, miközben hangosan kimondod mindazt, amit szeretsz az életedben. Megtörtént már veled, hogy miközben a partneredhez beszéltél, hirtelen összeszorult a gyomrod. Partnered arca merev vagy feszült volt, mintha védekezne. Próbáltad visszaterelni a beszélgetést a korábbi pontra, de nem sikerült. Mi a fene történt? Tűnődtél. Hiszen csak beszélgettünk. Időnként nehéz lehet a partnerünkkel való eszmecsere. Érzékeny témák esetében pedig még nagyobb a tét. Ebben a könyvben arra buzdítalak, hogy tegyél meg valami olyasmit, ami kihívást jelent számodra. Rendszeresen beszéljetek a partnereddel olyan dolgokról, Amelyekről nehéz beszélni. Azt kérem, hogy közelítsd meg bátran az érzékeny témákat, és várd meg, amíg letámadnak. Egyes részek között ugródeszkákat illesztettem be, amelyek megkönnyíthetik a partnereddel való beszélgetést. Az ugródeszkák célja, hogy inspiráljanak és motiváljanak Téged és a partneredet, hogy a gyakorlatokon és a könyv fejezetein keresztül folytassátok a közös munkát tippeket, gyakorlati tanácsokat, támogatást nyújtanak, és gyakran kibővítik az esett tanulmányok témáit. Izgatottan várom, hogy 52 közös párkapcsolati kihíváson keresztül elkísérhesselek egy tapasztalatszerző utazásra. Arra bátorítalak, hogy teljes mértékben add át magad a feladatnak. Légy kész odafigyelni, kiegészítendő kérdéseket feltenni, Légy gyengéd és nagylelkű, és feltételezd a legjobbat a partneredről. Ne add fel még akkor sem, ha a munka akadozik. Találkozzatok rendszeresen a páros ponton, lélegezzetek mélyeket, adjátok át magatokat az utazásnak, és élvezzétek a kalandot. Tippek a páros időtárolóhoz Első lépésként állíts be egy időzítőt. Ha csak úgy megpróbálod kitalálni, mikor fogtok szerepet cserélni, az nézeteltérésekhez vezethet, és hátráltathatja a munkát. Találjátok meg azt a struktúrát, amelyet megfelelőnek éreztek, és mindig ugyanazt alkalmazzátok. A megbízható és működőképes struktúra elősegíti a hosszú távú elkötelezett munkát. Amikor a beszélő, aki kezdett, elérte a páros időtároló ráeső részének végét, a hallgató pedig egy záró felszólítással válaszolt, cseréljetek szerepet, indítsátok újra az időzítőt, és ismételjétek meg az adott fejezethez tartozó feladatot. Amikor a második fél idő is letelt, ideiglenesen zárjátok le a páros időtárolót, ha csak közösen úgy nem döntötök, hogy meghosszabbítjátok az időtartamot. Igyekezzetek a munkát egy átgondolt, megerősítő felkéréssel lezárni olyannal, amilyeneket a gyakorlatok végén találtok. A páros időtárulót az egymás iránti fizikai szeretet kifejezésével, például öleléssel vagy csókkal zárjátok le, ami pozitív, kellemes asszociációkat ad hozzá a végzett munkához és így sokkal könnyebb lesz egy hét múlva visszatérni a páros pontra. Az alapelvek áttekintése Áldozzatok időt az együttlétre. Szánjatok legalább húsz percet a hetetekből arra, hogy a kapcsolatotokon dolgozzatok. Keressétek meg a mindkettőtöknek elfogadható párospontot. Egyezzetek meg a páros időtárolóról. Állapodjatok meg abban, hogy a hetek során miként osztjátok fel a hallgató és beszélő szerepét. Egyezzetek meg abban, hogyan osztjátok el a páros időtárulót, hogy mindkettőtöknek egyformán legyen ideje beszélni és hallgatni. Használjátok az ugródeszkák kapcsolódó tipjeit. Lehetőség szerint olvassátok el újra azt a részt, amelyen épp együtt dolgoztok, ha ez nem megy, akkor lépjetek tovább a gyakorlathoz. Hallgassd tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangoskönyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.